farsang időszak van, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor járjuk körbe a farsangot, a vidámságot, a télbúcsúztatást, most már tényleg elegünk van ebből a télből, jó lenne, ha már jönne a nyár. És hát ugye tudjuk, hogy vízkereszttel kezdődik, illetve vízkereszthez több ünnep is kapcsolódik, a három királyoknak a ünnepe, és illetve megemlékezünk a három királyokról, illetve hát a kánai menyegző. Tehát valószínűleg nem véletlenül a kánai menyegző is a farsangi körbe tagozódik be. A vízkereszttől egészen ugye a hamvazó szerdáig tartó időszakban évszázadokon keresztül az emberek megpróbáltak vigadni, ugye még nem kezdődtek el a mezőgazdasági munkák, ez egy olyan rövidebb holt szezon volt, amikor ezt ki lehetett használni, és már mindenki várta, hogy jöjjön a jó idő, végre lehessen kimenni valóban a szabadba, és részt venni hát ugye a munkálatokban, illetve hát az egyéb ugye szórakozásokban, meg hát jött a szomorú húsvéti időszak, a nagy böjt időszaka, ami megint egy teljesen más korszaka volt mindennek, és hát akkor voltak a nagy bálok. Vidám korszakról van szó, de most még vidámabb jelenet jön, hiszen még ennek is elkészült a paródiája, tulajdonképpen a farsangnak is a paródiája. Szemszalannak az állatok farsangja következik. Ugye abban rengetegféle állat szerepel, de én most egy egész különleges típust választanék ki ezek közül, valószínűleg rá fognak jönni, hogy miért, a zongoristát. Nem tudom, hogy van-e ötlet, hogy miért pont a zongorista kerül ma napirendre. Tehát az egyetlen egy, aki kicsit kilóg a sorból, ez nagyon nagy sikert aratott a híres francia zeneszerző, amikor előadta 1886-ban ezt a művét, Liszt Ferenc is ott ül, és azt mondja, hogy ez fantasztikus, és meg is kell ismételnie neki, külön el kell újra játszania ezt a művet. Hát bejátszok egy rövid részlet, és akkor mindjárt rájövünk arra, hogy milyen is ez a zongorista. Saint-Saëns maga is kitűnő zongorista volt, 5,5 éves korában lépett föl először, és 7 éves korában adta a Sorbonne Egyetemen adta az első nagy szólóestjét. Kiment a színpadra, úgy képzeljék el, ez egy ilyen félkör alakú színpad a Sorbonne auditoriuma. Kiment a színpad közepére, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, Beethovent játszom. És mondják meg, hogy melyik szonátáját, mert 32 van. És akkor csak így a számot kellett mondani, és ő eljátszotta, 7 éves vagy 8 éves volt. Ezzel tűnt föl. Liszt is nagyon elismerőleg beszél róla, nem csak mint zeneszerző, hanem mint zongorista is. És élete végéig abban a olyan hírben állt, hogy olyan elképesztő repertoár van a fejében, amit egyetlen egy előadó vagy zeneszerző nem képes reprodukálni. Ha már zenei paródia, én ismerek valakit, aki a zenei paródiákban nagyon, nagyon jó, és kicsit arra kérlek téged, hogy most ez egy nagyon, nagyon kegyetlen feladat lesz, hogy parodizáld a dilettáns zongoristákat, meg a kezdő, reménytelen kezdő zongoristákat. Tehát, hogy milyen problémákkal küzdesz meg ilyenkor, vagy milyen problémákat küzdenek ezek a szerencsétlen emberek, akikből sose lesz aztán persze zongora művész, de azért a szülők révén, vagy mások révén, vagy saját elgondolások szerint, mert ugye ők azt hiszik, hogy tényleg nagyon jók zongoráznak. És hát természetesen majd a csúcsot is be kell mutatnod, Richard Kledemant, aki ebből még meg is élt. Csak hát ugye jól kell eladni. Mi konzis korunkban elmentünk, még a 80-as években Richard Kledemant jött Budapestre, a sportcsarnokban adott koncert, illetve akkor nem volt, valamilyen csarnok volt, nem tudom. És azért mentünk el, mert látni akartuk, mert nem hittünk a szemünknek, hogy szőkehaj, kék szem, és úgy zongorázik, hogy így a kamerába.
És akárhova fordult, mindig a kamerában nézett. Igen. A kezét soha nem nézte, és hát elmentünk megnézni, hogy akkor mégis hogy tud egy ilyen zongorista, hogy képes így zongorázni. És ugye a híres száma ment volna ez a... Kiment fehér, szőke, kék, tehát ahogy kell, kiment, leült, nézett a kamerába, és már ment a playback. Akkor észbe kapott, gyorsan oda tette a kezét. Ez még rendben van, de van az a rész, amikor... Ezt konzervatóriumi felvételén nem is kérik, mert hát tehát nem, ez alap. Jött ez a rész, és megszűnt a playback, mert azért 80-as években még azért a magyar, hogy is mondjam, csak a backstage, az nem volt azért a helyzet magaslatán, és itt megszűnt, és csak annyit lehetett hallani, hogy elindul a playback, és itt megáll, ő meg... Ennyit lehetett. Ő is játszotta, csak ő nem volt bemikrofonozva, csak a pont véletlenül így beleedett. Tehát elindul, vége a playback, ő... Mindez. Azóta is szeretem viselkedni. Nem beszéltünk azokról, akik a színpadon vannak és játszanak azért nap, mint nap. Tehát nekik is azért megvannak a szokásaik. Mutatnék egy magyar zongoristát. Jó barátom, sokat játszunk együtt. Köszönöm.